Hát üdvözlöm Önöket, Volcsányi Viktor vagyok, szoftverfejlesztőként dolgozom. Előadásom során a OLAP-kockák, illetve a többdimenziós adatkezelésről fogok egy rövid bevezetést tartani. Akkor is kezdeném. Hétköznapjaik során bármerre is járunk, mindenhol nyomokat hagyunk magunk után. Lehetnek ezek különböző fizikai kiterjedési nyomok, például egy új lenyomat, egy lábnyom, egy eldobott papírdarab, de rengeteg digitális nyomot is hagyunk magunk után hétköznapjaink folyamán. Lehet ez például egy vásárlás, ahol abban a pillanatban, ahogy a pénztárhoz érünk, már egy fogyasztói kosárról készül egy teljes eltárolt adathalmaz, tartalmazza többek között a vásárlási időpontot, fizetési módokat. Ezek mind része identitásunknak, amiből be tudnak valamilyen módon kategorizálni minket különböző adatbányászati eljárások használatához. De ugyanígy egy digitális nyomot hagyunk magunkról, hogyha egy térfigyelő kamera előtt elsétálunk, ahol vagy egy operátor, vagy pedig egy képfeldolgozó programkép tud elemezni a rögzített felvételek alapján, illetve a bankszámla, a forgalom, amikor valamilyen kártyával próbálunk fizetni a első példában említett vásárlásnál, és ezek a nyomok összeköthetőek, tehát egy teljes egészet alkotnak, és ezeknek a nyomoknak, amik egy nagyot halmazt alkotnak, ezek az adathalmazok biztosítják az adatbányászatnak a létét, a szükségletét. Ahhoz, hogy adatbányászatról beszélhessünk, mindenféleképpen szükség van nagy adathalmazra. Azért kell nagy adathalmaz, mert hogyha kisebb halmazok állnak rendelkezésre, a kutatott eredmények félrevezetőek lehetnek, nem alkotnak pontos iránymutatást, hogy milyen trendeket vélhetünk felfedezni egy-egy nagy adathalmazból. Célja az, hogy a új tudást fedezzük fel az a rendelkezésre álló adatokból, és az adott szakterületet egy új tudással, új információval támogassa. Legtöbb esetben általában valamilyen téziseket fogalmazunk meg, amit szeretnénk igazolni adatbányászat segítségével, hogy ez helytálló-e vagy sem, de sokszor belefuthatunk véletlenszerű felfedezésekbe is. Egyik ilyen példa, ami nagyon ismert adott bányász szakterületen, ez a Sör és Pelenka című tanulmány, amit a Walmart üzlet áruházlánc fogalmazott meg. A lényeg az volt, hogy fogyasztói kosarakat vizsgáltak, és azt vették észre, hogy ahol még fogyasztói kosárban megtalálható a pelenka, ott megtalálható a sör is. És hát nehezen tudták eldönteni, hogy mégis két külön fogyasztói csoportról van szó, mégis hogy függ a kettő össze. És ők arra jöttek rá, hogy általában a kisgyerekes apukák mennek el vásárolni, és amikor elmennek vásárolni, a pelenka mellé vesznek sört is, és úgy növelték a forgalmukat, hogy kitették a kettő terméket egymás mögé, és nagyon bejött nekik ez a kampány, de ez is egy adatbányászati eljárás során jöttek rá, hogy így lehet forgalmat generálni. Egyébként számos felhasználási területe van az adatbányászatnak, többek között a pénzügyi elemzések, marketing, vevői magatartás, vizsgálat, biológia, orvosi tudomány, tehát nagyon-nagyon széles portfólión mozog. Beszéljünk egy picit az adatkockákról. Előbb említettem az adatbányászatot, aminek a lényege az, hogy valamilyen iránymutatást adjon, felismerjünk új információkat az adathalmazakból. Ennek szoros ellentéte az adatok jellegű lekérdezések, amikor pontos kérdéseket fogalmazunk meg, és ez alapján nyerünk ki információkat az adathalmazokból, ezek pontos értékeket vetítenek ki, nem pedig egy-egy útmutatást mondanak, mint például az adatbányászat. 1993-ban Edgar F. Codd, aki egyébként nagyon ismert volt a relációs algebrának a megalkotásában, 12 szabályban definiált az alapkockáknak a jellemzőit. Ezek nem mondhatni szabványnak, de rengeteg gyártó követi ezeket a szempontokat, és megalakult egy úgynevezett MDX, ez egy többdimenziós lekérdező nyelv, ami szinte most nem részleteznék, hasonló a relációs adatbázisokon használt SQL nyelvhez.
A lényeg az adatkockáknak, hogy a adatokat nem listákba tekintjük meg, mint például egy Excel tábla, ahol vannak a oszlop fejlészek, és egy végeláthatatlan hosszú sorunk van, hanem úgynevezett multidimenzionális nézetbe vizsgáljuk az adatokat, és az alapkockának két fontos alapvetése, vagy alapépítő eleme van, a dimenziók és a tények. Ezeket ismertetem a következőkben. Tehát dimenzió lehet, hogyha egy vásárlást elemzünk, a vásárlásnak a éve, az, hogy hol történt, mondjuk melyik megyébe, mi volt a termék, amit vásároltunk, milyen időszakban vásároltuk ezt a terméket, és ezeknek a dimenzióknak lehetnek konkrét értéke is, amit measure-nek szokás mondani a szaknyelvbe. Például egy év dimenzió fölvett olyan értéket, hogy 2010, 2011, és még sorolhatnám, ugyanígy fölvett értékeket a megye, az időszak, a termék, illetve egy-egy dimenzió a dimenzió értékre is képezhető. Például van egy fél évünk, az bontható negyed évre, a negyed év alá bontható hónapra. Ezek az egyik lényegi alkotó elemei az alapkockáknak, amiket dimenzióknak, illetve a dimenzió értékeket measure-öknek hívunk. A másik fontos alkotó eleme az úgynevezett tények, másnéven facts, amik egy valamilyen agregált értékeket tartalmaznak. Ezek az agregált értékek lehet mondjuk egy szumma képzés, lehet egy minimumkeresés, egy maximumkeresés, egy átlagszámítás, vagy egy elemszámnak a meghatározása. A VFL használó, aki az elemzést végzi, az úgynevezett pivot táblákat fog majd látni. Annyival különbözik a sima mondjuk Excel tábláktól, hogy nem csak sort fejlészek, hanem úgynevezett oszlop fejlészek is megtalálhatók, és a kettőnek a metszete lesz majd a fact, a tényadatok. Ezekben a táblákban a dimenziók tetszőlegesen cserélhetők, tehát a sorok, az oszlopok felcserélhetők, vagy hogyha több dimenziónk van, akkor például itt a fönt említett év, megye, termék tetszőleges hármasával lehet kooperálni. Például itt említettem egy ilyen hármas kiválasztást, ugye előbb említettem négy dimenziót, és abból kiválasztottunk hármat többféle kombinációban. Itt egy talán jobban érthető példája az elmondottaknak. Ez egy háromdimenziós alapkocka. Látszik, hogy oszlopfejlészben találhatók a termék típusok, sorfejlészben találhatóak a értékesítési osztályok, illetve a harmadik dimenzióban találhatók az évek, és különböző hármas kombinációkból értékeket határozunk meg. Mondjuk tegyük fel, hogy egy-egy ilyen kiemelt érték, mondjuk egy összesen eladott darabszám, vagy egy összbevételt képvisel. Most nyilván az, hogy ilyen alapkockákat építsünk, szükségünk van valamilyen relációs adatbázisra, illetve egy relációs sémára. Itt láthatom egy képen egy értékesítést reprezentáló kis egyszerű lista. Tartalmaz egy országot, egy megyét, egy várost, üzlettípust, üzletágat, fél évet, negyed évet, hónapot, terméket, termékaltípust, évet és mennyiséget. Ezekből most dimenziókat fogunk képezni oly módon, hogy lesz az ország, ugye ez a country. A country-t alábontjuk egy almegyére, hogy aldimenzióra, hogy megye, a megyét pedig alábontjuk egy aldimenzióra, hogy város. Képzünk egy másik dimenziót, ez lesz az üzlettípus, illetve az aldimenzió az üzletág. Ugye itt ez a business type, illetve a business branch. Ugyanígy megcsináljuk ezt a fél év, negyed év hónapra, illetve a termék és a termék altípusra, az ötödik dimenziónk pedig az év lesz. Dimenziók megvannak, most már szükségük vannak a faktekre. Ugye az elején említettem, hogy két nagyon fontos alkotóelem az alapkockáknak, a dimenziók és a tények. Itt most a tények, az a quantity, azaz a eladott mennyiség lesz majd. Illetve hát ez a képen nem fért ki, egy nettó eladási ár, és ezeket agregáljuk, azaz szummázzuk, összegezzük. És nyilván ahhoz, hogy egy ilyen relációs adatbázisból kinyert listát
megkapjunk, valamilyen relációs sémába kell eltárolni. Hát kétfajta ajánlás van, az egyik a hópehely séma, a másik pedig a csillag séma. Mind a kettőben az a közös, hogy középen található egy tábla, amiben a konkrét értékek, a tények vannak felsorolva, amiket szummázunk, vagy átlagot képzünk belőle, minimumot, maximumot. És ezek kapcsolódnak különböző táblákhoz, ahol a dimenzió értékek, illetve a csillag sémában aldimenzió értékek találhatóak. Nyilván ez szükséges a normál formáknak a betartása miatt is, tehát hogy ne egy táblába rakjunk bele mindent. És ahhoz, hogy ezeket a adatokat egy helyre töltsük, erre az úgynevezett ETL módszerek adnak támpontot, mivel ezek az adatok többfajta forrásból is származhatnak. Ugye említettem az elején, hogy térfigyelő lefényképez minket, az egy egyszerű kép, amit egy képfeldolgozó algoritmus segítségével mondjuk valamilyen szöveges jellemzőkkel leképzünk, de lehet mondjuk egy számlánk, amit beszkennelünk, azt nyilván digitalizálni kell, ez papírformában van meg. Ugyanakkor lehet, hogy egy másik adatforrásból Excel listáink vannak, egy harmadik adatbázis, mondjuk egy relációs adatbázis, ezeket mindenféleképpen egységesíteni kell, erre szolgál az úgynevezett ETL, amikor egy közös konténerbe helyezzük ezeket az adatokat. Most nyilván ezeknek a nagy adatoknak a feldolgozása programozás szempontjából már nem valósítom meg iteratív ciklikus ismétlésekkel, ezért az utóbbi időben eléggé felkapott téma lett a Big Data, aminek módszerei nem éppen nagy újdonságok, csak éppen most lettek aktuálisak, mert most értük el azt, hogy szinte mindenki nagy adathalmazokkal dolgozik. Ezért az úgynevezett MapReduce technikát szokás alkalmazni az ilyen nagy adathalmazoknak a feldolgozásánál, aminek az a lényege, hogy minden egyes adatsor feldolgozásánál valamilyen absztrakt adatszerkezetet használunk, például egy hasító táblát, vagy egy piros-fekete fát, és ezeknek a segítségével tudjuk rendezetten tartani az adatszerkezetet, illetve összegezni a hozzátartozó értékeket. Itt egy egyszerű példa erre a MapReduce technikára, vannak különböző formáink, különböző színben, és szeretném megszámolni, miből hány darab van. Ha jól megnézzük, akkor itt két ágon történik a feldolgozás, két nód dolgozza fel ezt az adathalmazt, és mindegyik egy mappet tárol magának, ami jelen esetben a szín és a forma jelenti a mapnek a kulcsát, és amikor egy ugyanolyan forma jön, akkor csak annak a maphez tartozó értéket növeli. Ugyanezt történik az alapkockáknak a építésekor is, tehát ha egy új olyan dimenzió értéket találkozunk, például legyen országban felelhető mondjuk a Magyarország érték, még egyszer jön, akkor előkeresem ezt a értéket az én mappemből, és a hozzá tartozó értéket növelem egyel, tehát akkor már kettő lesz megint jön, akkor három. És itt az adathalmazon egyszerű végfutással be tudjuk kategorizálni, fel tudunk építeni egy adatszerkezetet, amiből már egyszerűbben fel lehet építeni a különböző alapkockákat. Ezeken az alapkockákon különböző műveleteket tudunk elvégezni. Az egyik ilyen művelet a szeletelés. Lényegében, amikor szeletelünk egy alapkockát, akkor adunk a felhasználónak egy úgynevezett pivot táblát, ahol megtalálhatók a sorfejlécek és az oszlopfejlécek. Itt látható az, hogy van több évnyi táblázatunk, és abból kiválasztunk egyet, a 2004-es adatot ebben a példában. Egy másik művelet az úgynevezett kockázás, amikor egy-egy részt emelünk ki. Nem egy elterjedt művelet, de ez is definiált az alapműveletek között. Ez már egy eléggé hasznos funkció, és nagyon, nagyon sokat használt, az úgynevezett lefúrás, illetve felgördítés. Amikor kiválasztunk egy dimenzió értéket, például a kültéri védőfelszerelést, ez egy dimenzió érték, és alábontjuk a dimenzió értékekre.
ezeket az alapkockákat el tudjuk forgatni. Ugye az elején említettem, hogy ha kiválasztunk három dimenziót, tetszőlegesen tudjuk kombinálni. Ez pont ennek a grafikus ábrázolása. Látszik, hogy az év dimenziót behelyeztük a sorfejlécekre, és a kettő megcserélte egymást. Elérkeztünk azzal, arra a pontra, hogy mégis milyen rendszerrel lehet ezeket az elméleti síkon felvezetett téziseket megvalósítani. Létezik egy rendszer, az úgynevezett ENDIM alap. Ez egy nyílt forrású alapkockákat kezelő rendszer. Java nyelven íródott, több Java technológiát használ, többek között a Tomcat webszervert a felhasználó kiszolgálására, Hibernate-t az adatbázisnak a kezelésére. Maga a rendszer az olyan alapkockákat képes fölépíteni, ami korlátlan dimenziószámmal rendelkezik, tetszőleges A-dimenzióra bontható, akármennyi tényadatot tud tartalmazni. A felhasználó tetszőleges pivot táblákat tud ebből a rendszerből lekérdezni és lefúrásokat végezni. Tartalmaz egy beépített diagram szerkesztőt, illetve hogyha nagyvállalati környezetből, vagy már középvállalati környezetből beszélnék integrálni más felhasználó kezelő rendszerekbe, akkor lehetőség nyílik saját autentikációs és autorizációs library-nek a írására, illetve az alapkockákat a terhelés elosztás jegyében lehetséges elosztottan úgynevezett klaszterben futtatni több gépen, hogyha akkor a rekordszámmal vagy akkor a dimenziószámmal dolgoznak már. Illetve az adatbázisok kezelők között tetszőleges átjárhatóságot biztosít ez a szoftver, hála a Hibernate keretrendszernek, amit használ. Következő képen a szoftver architektúra található. Maga a szoftver egy webes felületen érhető el. A maga szerver oldal egy Tomcat szerverbe fut, ez szolgálja ki a klienseknek a kérését. A kliens felület az egy Ajax-os felület, ami JSON objektumokkal kommunikál a szerver oldallal. A szerver oldal alá konfigurálhatóak fel az adattárházak, amivel az ENDIM Core API kommunikál, illetve maga az ENDIM hook segítségével lehet integrálni a bejelentkezést mondjuk címtárhoz, hogyha nem a szoftver által szállított beléptető modult szeretnénk használni, illetve maga az ENDIM Core API alá fel lehet konfigurálni egy clustert, hogyha ezeket az alapkockákat elosztott módon szeretnénk buildelni, futtatni. Első egy pár szó a teljesítményről. Ezen a grafikonon az látható, hogy a rekordszám az 100 000-esével találhatóak, egészen 300 000-től 3 millió rekordig, illetve a futtatáshoz szükséges idők másodpercben találhatóak. Három mérés történt, háromdimenziós, négydimenziós és ötdimenziós alapkockákra. Jól látható, hogy azért egy 3 millió rekorddal 400 másodperc alatt megbirkózik. Nyilván ezek ütemezett feladatok, tehát be lehet ütemezni éjszakára, és másnap a felhasználó már friss adatokkal tud dolgozni az elemzéshez. Hát magára a felhasználó felületről egy pár kék kockát tennék be. Itt egy ötdimenziós adatkockánk, fönn kékkel van a kijelölve, hogy melyik hármat választotta ki a felhasználó, a további kettővel is tud még később játszani. Itt láthatóak a dimenzió értékek, illetve a tényadatok. Itt látható, hogy a dimenziókat tetszőlegesen meg tudja cserélni, és akkor így elforgatta egy másik pivot táblát kapott eredménynek a felhasználó. Említettem a műveletek között a lefúrást, itt például az látható, hogy az egyik terméktípust A típusokra bontottam, az első fél évet lebontottam első negyed évre, az pedig hónapokra, tehát ez amit mondtam, a tetszőleges drill műveleteket is el tudunk ezen a felületen végezni, illetve nyilván
lehet a felületet szűrni, Excelbe exportálni. Ez is egy lefúrás művelet, itt a harmadik dimenzióra vetítve. És itt tartalmaz egy beépített diagram szerkesztőt, ahol az előzőleg mutatott táblázatokból pár kattintással egy diagramot lehet generáltatni, illetve integrált a Google Maps-el, hogyha szeretnénk helyileg is megtekinteni, hogy hol történtek ezek az események, megkönnyítse az elemzésünket. Ez maga a konfigurációs felület, illetve egy dashboard, ahol nyomon követhető, hogy milyen alapkocka bildelések vannak felkonfigurálva, mely fut éppen, lehet egy azonnali futtatás kiadni rá, ugye cache-el a szerver a háttérbe, hogy ne legyen több adatbázis lekérdezés, mint amennyi szükséges. Itt cache-t is tudunk üríteni, hogy meg tudjuk nézni a cache-nek az állapotát. És hát pár előnt az Endim alapról, hát az egyik az ugye nyílforrú, SourceForge-on elérhető az egész projekt. Ugye az elején említettem, hogy az alapkockákra megalkották az MDX lekérdező nyelvet. Hát itt ugye nem kell kézzel ilyen lekérdéseket írni, hanem egyszerűen felületen össze lehet kattingatni az alapkockáknak a konfigurációját. Ugye ezekhez a MDX-ekhez, hogyha szeretnénk egy felületet adni, akkor gondot szokott okozni ennek az integrálhatósága. Tehát külön van egy alapszerverünk, ami kiszolgálja MDX alapján az eredményeket, és mondjuk egy másik rendszert használunk frontendnek, ezeknek az illesztése eléggé költséges lehet. És maga ez az MDM Core API, ami csak az alapkockáknak az építésére és a lekérdezésére szolgál, ez külön is integrálható, tehát kivehető ebbe a szerver konténerből. Egy PHS új API, mindössze 30 000 kódsorból áll jelenleg, és hát adatbázis független, mint említettem a Hibernate, illetve a JDBC, ugye a Hibernate a JDBC-re épít ennek a komponensnek a segítségével. De nyilván vannak neki hátránya is. Az egyik az, hogy teljes adatkockákat bildel le. Tehát ugye, ha kiadunk egy MDX-et, akkor az aktuális állapot alapján adja vissza az alapkockát. Itt viszont be kell ütemezni, hogy X időnként felépítünk a teljes alapkockát, és azt fogja látni a felhasználó. Lehet, hogy aznap már érkeztek olyan tranzakciók, amik nem lettek beemelve az alapkockába, azt csak akkor fogja látni, hogyha újra megtörténik a bildelése. Illetve költséges ezeknek az adatoknak a tárolása, hiszen ahogy növekszik a dimenziószám, ugye exponenciálisan növekszik a szükséges terület is. Hát ez a hátránya annak, hogy gyorsan kap a felhasználó adatokat. És hát igazából röviden ennyit szerettem volna elmondani erről a témakörről. Hát a maga projekt, illetve a forrás elérhető SourceForge-on. Esetleg akinek kérdése van, azt szívesen várom. Szeretném kérdezni, hogy a nyílforrásforrú egyébként is a nyugodatához a Green Farm-mal képes együtt dolgozni? Tessék? Az a bázis szinten a Green Farm-mal együtt dolgozni? Nem. Csak ez a Hibernate? Igen. Ő saját magának transformálja, tehát... Igen, van egy forrás, hogy említettem egy ilyen relációs adatbázis, és a saját formátumban, egy saját interfészre rakja át ezeket az adatokat. Többek között XML-eket is használ, tehát ugye ilyen fába, a dokumentumba történő tárolásra. A maga Hibernate egy keretrendszer, ez egy Java-ba egy keretrendszer, nem csak erre a célra használják, hanem hogy általában elfedni az SQL-t a programozók elől. Tehát ez egy nagyon általános jellegű keretrendszer. Itt ennél a projektnél arra lett használva, hogy ne kelljen külön drivereket vadászgatni, meg ezeket az SQL-be lévő különbségeket bogarászni, hanem Hibernate az egészet elfedi. Esetleg még valakinek kérdés? Köszönöm szépen a figyelmet!